Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetésből kiderül, milyenek is a pünkösdi ünnepek rendőr szemmel. Közeledik pünkösd ünnepe, ami nem tűnik egy túlságosan veszélyes ünnepnek, már ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni, azonban mégis van mire odafigyelnünk. Köszöntöm a stúdióban Ludvai Zsolt őrnagy urat, az Ajkai Rendőrség közlekedési rendészeti alosztály vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Őrnagy úr, talán azt hiszem, hogy két felé kellene bontanunk itt a pünkösdi témát. Egyik a közlekedés, a másik pedig az értékmegőrzés. Közlekedés szempontjából itt a pünkösdi ünnepekben mire kell odafigyelnünk? Pünkösdi ünnepekkor már kicsit elébe megyünk a dolgoknak, tehát már mi pénteken elkezdjük a fokozott ellenőrzésünket. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányság vezetője egy 4 napos fokozott közlekedési ellenőrzési akciót rendelt el, ez 22-től 25-ig fog tartani. Hát ennek gyakorlatilag a lényege a közlekedési balesetek megelőzése lenne. Ha már bekövetkezik a közlekedési baleset, akkor a sérülések a fokát szeretnénk mérsékelni, ami mi eszközeinkkel megtehető lenne. Tehát elsősorban természetesen passzív biztonsági eszközöknek az ellenőrzését fogjuk fő célként kitűzni, gyorshajtóknak a kiszűrése lenne a másik fő feladat, illetve természetesen itt a járművezetőknek a felderítés és a forgalomból való kiszűrése. Ezen felül természetesen a közlekedési szabályokat szándékosan megszegő agresszív járművezetőket szeretnénk kivonni a forgalomból. Mivel itt a jó idő, itt a tavasz, így egy olyan célcsoportot is ellenőriznünk kell, mint a kerékpárosok, illetve a motorosok. Hát náluk a műszaki feltételeken túl motorosokra gondolva vezetési jogosultságot, a bukósisak használatát fogjuk természetesen legfontosabban ellenőrizni. Említette a passzív biztonsági berendezéseket, ez fordítsuk le, ez a biztonsági jöv. Járművezetőknél ez a biztonsági jöv, így van, illetve a gyermekek esetében a gyermekülésnek a használata. Mi a helyzet a biciklisekkel, kerékpárosokkal? Itt mindenféle információk keringenek. Most gondolok itt arra, hogy például alkoholt fogyasztani kerékpározás közben. Szabad, nem szabad, mennyit szabad? Így van, tavaly nyáron változott a jogszabály ebben a tekintetben. Kerékpárral olyan mértékben szabad alkoholt fogyasztani, amíg a vezetésre képes állapotban van a kerékpár hajtója. Tehát abban az esetben, amint a rendőr azt észleli, hogy nem ura a kerékpárnak, őt is ellenőrzés alá fogja vonni, és ugyanúgy szankcióra számíthat, mint az összes többi járművezető. Ez elég szubjektív azért, hogy ítéli meg a rendőr azt, hogy valaki mennyit ivott kerékpározás közben. Ugye hallani, hogy Amerikában például ráállítják a járda szegélyre, és végig kell menni rajta. Itt nálunk ez hogy történik? Hát így van, ez a jogalkotó a mi feladatunkat sem könnyítette meg, eddig azért könnyebb helyzetben voltunk. Gyakorlatilag, ha szemben láthatóan a mozgása koordinálatlan, közlekedési szabályokat nem úgy tartja be, esetleg a járműről leszállva a rendőr beszédbe elegyedik vele, nem túl összefüggően tud társalogni, hát ez mind olyan jel lehet, hogy ami megalapozza a rendőri intézkedést. Nagy a tér kihasználása az illetőnek, ugye, hogy szokták mondani, akkor azért az gyanús. Őrnagy úr, áttérve az értékmegőrzésre, van-e valami különösebb, amire figyelnünk kell itt a pünkösdi ünnepekben? Gondolok itt arra, ugye, hogy lakás értékek, vagy esetleg más boltba egyéb helyeken. Így van, ezt a pünkösdi ünnepekkor is el lehet mondani, de akár egy nyári nyaralás kapcsán is, ha több napra utazik a család, akkor érdemes a házat, lakást úgy ott hagyni, hogy reményeink szerint ilyen állapotban is találjuk, tehát nem csak az ajtót, ablakokat, akár egy WC fürdőablakot is célszerű becsukni, szomszédoknak a figyelmét, akiben megbízunk, célszerű fölhívni arra, hogy azért néha napján nézzen rá a lakásra, célszerű anyagi lehetőségeink ezt megteszik kamerával, esetleg riasztórendszerrel védeni a lakásunkat. Azt is elkívánom mondani, tehát közösségi oldalakon sokszor látja az ember, hogy de jól érezzük magunkat, teszem föl hétvégén vagy nyári nyaraláson Horvátországban, és egy hét múlva érkezünk haza. Ez mind nagyon szép és jó, csak sajnos bűnözők is nézik ezeket az oldalakat, és teljesen más célra, mint átlagemberek, tehát ilyen lehetőséget ne adjunk nekik. Hogy, tehát innen informálódnak a bűnözők egyébként? Így ezek... van, így van, tehát több olyan bűnözői csoport is bukott már meg országszerte, onnét nyomon követhető volt bizony, szerezték be az információikat. Egy-egy nagyobb ünnep előtt menő a vásárlási kedv is, nagyon sokan mennek üzletekbe vásárolni.
Van-e ezzel kapcsolatban valami probléma? Úgy értem, hogy nagyobb esély arra, hogy meglopjanak például minket, mik a tapasztalatok? Hát így van, nagyobb tömegben zsebesek is előkerülnek, de sokkal könnyebben tudnak dolgozni. Mondjuk ez hála Isten itt a környékünkre, a városra azért nem jellemző. Ami jellemző bűncselekmény lehet a bevásárlóközpontok parkolóiban leállított járműveknek a feltörése, illetve azokból való értékek kilopása. Hogyha csak pár percre hagyjuk őrizetlenül a járművet, akkor is zárjuk le, tehát teszem föl, bevásároltunk, visszatoljuk a bevásárlókocsit. Sok esetben ezt a két percet használják ki a bűnözők arra, hogy az értékeinket, esetleg kézitáskánkat eltulajdonítsák az autóból. Autóban látható helyen értéket semmiképpen ne hagyjunk, se laptopot, se mobiltelefon, se táskát, ne könnyítsük meg a bűnözőknek a dolgát. Visszatérve a betörésre, hallottam olyat is, hogy például a postaládákat figyelik a bűnözők. Ez valóban szintén egy ilyen szempont a bűnözők számára? Így van, hogyha esetleg több napig nincs kiürítve egy postaláda, az is egy jelzés lehet a számukra, hogy esetleg senki nem tartózkodik otthon, és mindenféle kockázat nélkül megpróbálhatják a betörést is, sokszor meg is teszik. Gondolom, itt is meg kell kérni valaki. Így van, akiben megbízunk, tényleg ürítse ki a postaládát, nem egy nagy fáradtság. Nagyon egyetlen kérdés, még konkrétan a pünkösöz kapcsolódva, milyenek a tapasztalatok, akár közlekedési, akár bűnügyi téren? Korábbi tapasztalatok? Mivel a közlekedési részével kezdeném először, ugye nekem az jobban szakmába vág, hát a járműforgalom az mindenképpen megnőtt, tehát a hétvégét sokan töltik családnál, esetleg mennek nyaralni, kikapcsolódni, tehát a járműforgalom az mindenképpen erősebb. Erre nekünk is oda kell koncentrálni, tehát a fő feladatunk az gyakorlatilag a forgalomnak a segítése lesz. Hát óhatatlanul is dugók kialakulnak, de próbáljuk azért a saját eszközeinkkel ezt koordinálni. Bűncselekmények száma, hát sajnos az is egy átlag hétköznaphoz képest mindenképpen azért jelentősebb, de közterületen kiemelt létszámmal leszünk jelen, gyalogos rendőrökkel is, gépkocsizó járőrökkel is, úgyhogy remélhetőleg mindenki nyugodtan töltheti az ügyeteket. Különösen most lesznek ugye ezek a borvarázs, egy nagy rendezvény, háromnapos nagy rendezvény, gondolom készülnek önök is. Így van, ott is gyalogos járőrszolgálattal gyakorlatilag a rendezvény elejétől egészen a végéig folyamatosan kint leszünk, illetve a gépkocsizó járőrszolgálattal is visszatérően fogjuk ellenőrizni oda érkezőket, onnét távozókat. Nagyon köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.